Üdvözlök itt mindenkit, ez a videó arra fog szólni, hogy csinálunk egy VirtualBoxos androidos úgymond operációs rendszert. Letöltésünket majd elküldöm ehhez, és VirtualBox kell hozzá, mert ez gépre nem fog menni. Szóval tudom, hogy újat, belőle, hogy Android. Itt nem válaszok ki, hogy hotel. És itt is, hogy más. Szóval lépünk a következőre. Jó, akkor lesz Android egy, mert valamit nem töltöm, akkor lehet ki. Így ezt felhúzom egy 256-osra. Valaki át is húzhatja valami másra. Nem lényeges, hogy mennyi van, csak itt a piros csíkot már ne írja. Nem szóval a következő. Itt létre kell hozni, miért van is menetem ezt. Létrehozod. Vagy 2 gigás neki elég, szóval itt 2 giga. Létrehozod. Kész van az androidunk. És itten el kell indítani. Itten a kérdi, hogy a trapiterem ezt megadjuk. Itten a kimásztos, ne. Ezt is majd érkezünk, és onnan lehet felüldeni. Kimásztod az androidnak a trapiterőit. Elindítod. Kérdött a ezt a lapot. És itten a legutolsó választjátok ki. Most majd képernyőből kiteszem. Itten választjátok ki az elsőt. A másodikat itt, ahogy kreálunk egy új meghajtót. És megint az elsőt, és csak fogjátok le. Itten válasszuk ki az utolsó Wi-Fi-t. Itten az Y-nőkben. Írva, hogy yes. És enterezzük a hétlapon az az új meghajtónkat. És egyszerűen lépjünk ki. Szóval kéz is van. Ezt a kéz oda. Itten menjük rá arra, hogy ilyen TFS. Igen. Skip. Yes. És el is indul a telepítésünk. Ezt meg kell várni, feltölti. Most itt is vagyunk újra. Szóval itt már nekem feltöltött ezt, még megvárjátok ezt, igenezzétek le. Mert ez arra kér, hogy meg a meghajtat, hogy menjen rendesen az operációs rendszer. Szóval igen, egy 5-12-t. Igen. És el is kezdi ezt így. Szóval ezt én most nem fogom kivelni, majd összevágom itt a videót. Hát ez elég sokkal. 90% táj környékén. Ugye mondta, hogy erre is lesz egy, és akkor már 100%-nál, amikor már betette, akkor fogom folytatni, most itt is vagyunk. Akkor ugye Run Android vagy repotoljunk, inkább az elsőre menjetek rá, így egy beleindíts az Androidot, szóval leokézzátok. És megvárjátok, mint betölti itt ezeket a fájlokat, a date fájlokat, szóval itt ugye Android. Ezt a betölteni az Android, majd itten összevágtam, hogy feltöltötte a szervert, és hát nem a szervert, hanem az operációs rendszert. És itten már a boot megy, szóval itten már bebootolja a fájlt. És ha betöltötte, akkor majd itt a boot adunk, ugye. Látváltok nagy képernyőre. Itt már kísért az egyik, mint a szerveztem, nem mindegy. Itten a üdvözöl a telepítőnk. Itten válaszjuk ki a nyelvet, szóval azt tudjuk, hogy elfogadjuk itten a hozzáférést, és akkor itt le kell itten görgetni a magyarhoz. Szóval lesz mit görgetni, itt ez elég lassú meg.
tölti a fájlainkat. Ugye, ami ez az Androidnak szükség lesz. Szóval itt megvárod. Majd nézem, hogy mit sikerült itt nekem a... kérde a wifi-t. Itten kérde a wifi, hogy be van kapcsolva. Itt nem kell semmi, csak úgy átugrás. Úgy is lesz net. Aha. Ez itten, hogy mégis kiadjunk. Nem számít. Mert a net így is úgy is lesz. Ha routerünk van, ha wifi-nk van, akkor keresünk wifi-t. Vagy valami. Akkor nem csinálom semmi, csak menjünk tovább. Egy, de most én nem csatlakozok a Google fiakhoz. A Play fiakhoz se. Egy, de menjünk tovább. Lehet olvasni, hogyha valami. De én inkább csak tovább megyek. Itt ez a Home to License. De nem érdekel nagyon. Na igen. És akkor itten Kelet-Európa igen, mert beiratosok Budapest, vagy az igen, nem Budapest helyére, de nem nagyon. Itten beírjuk ugyanit, hogy hát a Budapest. Így. Ide beigazítja a beállításokat. Mert úgyis ez az ilyen táblagép tulajdonsága. Ehhez fogja igazítani a beállításokat a virtuális Androidunkon. Itt ezt meg kell várni, mi betölti. Hát ez elég hosszas ide lesz, szóval ezt inkább össze fogom vágni. Úgyhogy lépek ezt, és inkább ki fogom vágni azt, hogy hogy lépek ki, meg hogy lépünk. Szóval itt nem is érkeztünk a végleges befejezéshez. Te nyomtuk itt a lábot. Megvárjátok itt a bátorult. Nem tudom, hogy van-e. Na igen, a település kész, itt nem sikerült a táblagép beállítás, így most már használatra kész. Rámegyünk arra, hogy befejezés. És ugye minden csodás, stb. Meg is vagyunk a táblagépünkkel. Mert is lehet lesz próbálni, csak az üzemelésnek kész kell, hogy legyen. Ez nem tudom, meddig fog eltartani, mert hát elég fura nekem ez az, hogy nem akar VirtualBoxon 100%-osan menni, de kisebb. Szóval ezt leokézott. Érezz otthon magát. Szóval itt is vagyok, ezt a Go-rát, ezt le is szeretném itt venni. Rákat indik egy kicsit hosszúan. Ezt most nem akar nagyon sikerülni. Igen, most már kisebb. Ide felhúzik az X-re, és bepirosul, és istenik. Szóval, hát nem fogom sincs, hogy hány alképernyő ez oszlik. Ötre. Na szóval,
ennyi lett volna a videóm, mert csak annyit akartam bemutatni, hogy hogy is kell ezt telepíteni. Tömbbe is tört, mondjuk elég szép kis menüje van. Minden, szóval a videónak ennyi lenne a vége. Köszönöm, hogy megnézted, meg amit ilyenkor szokás mondani. Szóval én itt csinálok egy ilyen kis trükköt. És ennyi volt a videó. Köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!